Keresztes Ildikó van itt velünk a stúdióban, és kis kedvence társa Liza, akivel... Jó reggelt! Jó reggelt! Nehéz időszakon vagytok túl? Hát mondjuk ki, ivartalanították szegényként. Hát igen, hát úgy vagyunk nehéz időszakon túl, hogy minden anyuka izgul ugye a gyerekéért nyilván, és ő egy örökbefogadott kiskutya, 3 évesen fogadtam örökbe, most 5 éves, és azt tanácsolt az én drága dokim Juhász Tamás, akit imádok, és köszönöm szépen neki innen is, hogy ilyen nem csak, hogy jól sikerült a műtét, hanem még esztétikailag is úgy csináltam meg, hogy még szépséghibája se legyen ennek a gyönyörű kutyának, úgyhogy, sőt már 1 órával a műtét után felhívott, hogy a kutya már áll a lábán, minden jól sikerült. És persze, attól még otthon? Hogyne, persze. Ilyenkor altatják, vagy hogy van ez? Én gondolom, igen. Igen. És akkor 3 napig elég bágyatka, meg tehát, na, hát itt izgultam érte, tehát én teljesen ki voltam reggel, amikor bevittem az állatkórházba. Hát nyilván családtagod, és ugyanúgy ilyenkor az ember ugyanazokat az érzéseket közvetíti, nem? Hát hogyne, ráadásul ő még azt se tudja elmondani, mint egy gyerek, hogy itt fáj, vagy gyere vissza, mindegy. Milyen fajta egyébként egészen pontosan? Ő törpepincser. Törpepincser. Hello, és mit mondott a doki, hogy miért van erre szükség, miért kell ezt megcsinálni? Hát állítólag a lánykutyáknál, hogyha nem akarom pároztatni, akkor idősebb korára megóvja az emlődaganatoktól, meg a méhdaganatoktól, úgyhogy remélem, hogy így van. Viszed magaddal mindenhova? Tehát, hogyha mondjuk abszolút szociális, mész? Igen. Tehát az az érdekes benne, hogy annak ellenére örökbefogadott kutya, és nem velem nőtt fel, hogy úgy mondjam, annak ellenére annyira jól nevelt, szociális és alkalmazkodó, hogy az hihetetlen. Tehát ő abszolút első naptól kezdve úgy volt, mint hogyha kvázi én szültem volna, tehát úgy viselkedett, és abszolút felvette az én ritmusomat. Tehát ha én délig alszom, mert éjszaka fellépés volt, akkor ő is délig alszik. Tehát nem hisztizik, hogy ki akar menni pisilni, vagy ilyesmi. Ráadásul már több darabba be akarták rendezni, mert annyira jól viselkedett, és annyira jó fej volt, hogy szinte érzi a kamerát, esküszöm. És most is felfedezít. Igen, most éppen. Akkor ti találtatok egymásra, tehát nyilván nem volt benned az, hogy bemész, veszel egyfajta tiszta kutyát, és akkor csak... Olyan nálam nincs, hogy veszek egy társat, nem veszek magamnak se pasit, se barátnőt, se anyukát, se semmit. Még a növényt is nehezen veszem meg pénzért, igen. Ugye nekem volt egy tacskom 14 évig, a füles kutyám, és nagyon-nagyon megviselt az elvesztése, és akkor valahogy úgy voltam vele, hogy egyelőre nem akarok kutyát, majd az a kutya meg fog érkezni az életemben azon az úton, ahogy meg kell érkeznie, és aztán így történt, megérkezett. Rengeteg olyan cikket osztasz meg, ami nyilván állatokról szól a közösségi oldaladon is. Nem játszol el ilyenkor a gondolata, hogy még egy kis társat neki esetleg? Dehogy nem. Tehát, hogyha rajta múlna, akkor nálunk már menhely lenne. Igen, valahogy az állatok nagyon közel állnak hozzám, és annyira kiszolgáltatottak, és hogyha legalább ennyibe tudok segíteni, hogy esetleg egy olyan hírt vagy olyan lehetőséget megosztok, ami nyilván az én oldalamat esetleg többen nézik, mint egy normális civil emberét, akkor legalább ennyi, tehát a kötelességem, hogy legalább ennyivel segítsek. Persze el szoktam menni menhelyekre, meg szoktam különböző kampányokat segíteni. Nyilván nem annyit, mint amennyit szeretnék, de én is csak egy ember vagyok, tehát... És a környezetet? Próbálkozom a saját kis környezetemben. De úgy is válogatod meg mondjuk a barátaidat, ismerőseidet, hogy állatbarátok legyenek? Tehát, hogy ez valamennyire motiváló ebben? Én nem nagyon szoktam így válogatni őket, valahogy ezeket vonzom be, vagy legalábbis az én életemben még nem volt olyan probléma, hogy akár egy pasi, vagy akár egy barátnő, vagy akár egy családtag ne szerette volna, és ne vette volna természetesnek, hogy engem így kapott egy ilyen pakettel együtt. De ez mondjuk ilyen kizárók lehet, mondjuk egy pasinál, hogyha mondjuk nem szereti az állatokat, akkor jó, akkor oké, kövök. Mert hogy szűrös. Hát ezért mondom, hogy ilyen még nem fordult elő, de hogyha előfordulnak, akkor nyilván az már az elején kiderül, hogy most azért produkálja magát, hogy vegyetek észre, hogy nem én vagyok a főszereplő. Tehát nem hiszem. Tehát akkor ott az elején eldőlne, hogyha annyira mondjuk tiltakozna, tehát akkor... Nem hiszem, hogy ez tovább menne. Tehát ahhoz, hogy az ember egy másik ember jó kapcsolatot alakítson ki, ezen nagyon-nagyon sok mindennek stimmelnie kell. Tehát ez például egy olyan dolog, ami nem stimmelne, akkor már úgy meggondolandó. És akkor valószínűleg volna még más is, ami nem stimmelne. Jó, de hát nem a szerelmesek lennétek, hát akkor az más lenne. Jó, de az lenne. Nem úgy tűnik, vagy nem úgy történik, hogy most bemegyek egy helyre a kutyával, és akkor megláttam Lajost, és szerelmes lettem vele, de Lajos azt mondta, hogy ő nem szereti a kutyát.
Tehát azért ez nem így. Mert hogy a kulcs Erinának is az volt, hogy egyikük bírja a macskát, másikuk nem bírja a macskát, és ugye ők nagyon szeretik egymást, meg Erina szereti a macskát, hogy akkor most mi legyen, az egy jó nagy dilemma. Az necces kérdés, hogyha valaki mondjuk allergiás rá. Én például a macskára nagyon allergiás vagyok, a macska szőre. Uh-huh. Tehát én emlékszem, egyszer fölmentem a Bíró Iccához évekkel ezelőtt, és ültem a lakásába, és nem tudtam elkezdeni 10 perc múlva, miért fulladozom, miért viszket mindenem, és úgy érzem, hogy itt fogok mindjárt elpusztulni. És akkor rájöttem, hogy a macska. Macska szőr, tehát kutyára nem, abszolút velem alszik az ágyba. Ez érdekes egyébként, mert hogy a kettő azért... Igen, de azt mondják, hogy hogy a macskának nem is a szőrén, hanem a nyálában van valami olyan allergén, és ahogy tudod, ő folyamatosan tisztítja magát, valószínűleg az rámegy a szőrére is, meg egy olyan lakásban, ahol voltam olyan lakásban is, ahol két sziámi macska volt, és nagyon-nagyon takarítva van a lakás, és mégis bekrepáltam, tehát fél óra múlva... Melyik beszéltél? Az előbb azt mondtad egyébként, hogy ha rajtad múlna, már állatmenhely lenne a lakásodból. Miért nem van? Miért nem van állatmenhely? Miért nem van? Igen, hát, miért nem van állatmenhely? Nem baj, hogy én is így szoktam. Az az igazság, hogy azért, hogy mondjam, felelős állattartó vagyok, hogy így mondjam, tehát azt nem szeretném, hogy ne tudjak velük annyit foglalkozni, amennyit kell velük foglalkozni, meg az életvitelem az nem engedi meg, tehát még egy kutyát, egy ekkora kis kutyát el tudok magammal vinni előadásra, nyugodtan ott ül az öltözőmbe, ül a próbán mindenhol, de 3-4-5 kutyát már nem nagyon tudnék magammal vinni, és valószínűleg lenne nem csak ilyen kicsi, hanem közepes is, meg nagy is. És nem szeretném őket arra ítélni, hogy hát ki tudja majd, ha nyugdíjas leszek, akkor hogy alakul az életem, akkor remélem egy tengerparton fogok élni, és akkor nagyon sok lesz. 8 pórázod, és így akkor így a bundádba, vagy a fehér bundádba lesz, hanem minden ilyen álom állat, például lesz delfinem, hogy azt nem tudom, pingvinem, hogy a kettő egymásra, hogy fér meg, azt nem tudom, szamaram, kecském, mert ezeket úgy nagyon kedvelem. Az állatok szeretete már egészen gyerekkorodtól kezdve végig kísérte az életedet? Hogy történt ez konkrétan, azt nem tudom, de az első találkozásom a szűkebb környezetemben az állattal, az volt, hogy a nagymamám Marosvásárhelyen elment a zöldséges piacra, és egyszerűen nem csak egy-két kiló répával jött haza, hanem egy ekkora kis keverék tacskó kutyával, amit egy dobozból megvett egy cigányasszonytól. És ő lett a mackó kutyám, és a mackó kutyámat én nagyon-nagyon sokat foglalkoztam vele gyerekkoromban. És szinte ilyen mutatványos kutya volt, tehát olyan, mint egy cirkuszi kutya, abszolút családtag volt, és valószínűleg, hogy közvetve általa tanultam meg ezt a fajta dolgot, hogy mennyire jó, hogy mennyire nem érdemes állat nélkül létezni, meg mit tudom én, és akkor tudtam, hogy amíg az életem nem engedi meg, meg ugye még fiatal voltam, meg albérletből albérletbe, addig nem volt kutyám, és amikor az édesapáméknál megszületett a Füles egykeként, akkor ezt biztosra tudták, hogy na, akkor ez az Ildié lesz. Megugadt a kamera, bakantott egyet, jön a kamera, de csak így spórolt, tehát nem ugat rá, csak így... És nagyon tekintélyt parancsol. Igen. Figyelj csak, van az a pszichójáték, hogy milyen állat lennél, tudod, te milyen állat lennél, mert annyi állatot szeretsz. Hát én kutya lennék elsősorban, nálam, nem, főleg anyukámnál, mert anyám aztán... Az, annyi szeretetet adni. Fú, hát... Na, tehát ha nálam el van kényeztetve, akkor édesanyámnál olyan 10-szeresen. Jó, nálad a kutyának, nagyon szépen köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Liza, neked is köszönjük. Sziasztok!